Miről ismeritek fel egyértelműen, hogy valódi EON-os mérőóra leolvasók és nem trükkös csalók csengetnek be hozzátok? Néhány éve ezzel a kisfilmmel figyelmeztetett a csalókra az EON. Ha náluk nem is találkoztok hasonló esetekkel az elmúlt időszakban, a probléma nem szűn meg az országban. A bűnözők különféle közműszolgáltatók nevét felhasználva kérdezkednek be a lakásba, jellemzően mérőóra leolvasást, ellenőrzést vagy cserét imitálva. A látszólagos munka elvégeztével aztán készpénzt kérnek az áldozataiktól, akik javarészt idős emberek. A megyénkben is szolgáltató EON tapasztalatai szerint az elmúlt időszakban egyre inkább az online térbe költöztek át a csalók, és adathalászat révén próbálják lehúzni az ügyfeleket. Korábban azonban az ő nevükben is több bűnöző próbálkozott személyesen. Voltak olyan bejelentéseink, hogy például szénmonoxid érzékelőt szerelnének fel, ezzel az apropóval próbáltak bejutni a lakásba, vagy úgynevezett díjvisszatérítés, tehát pénzt adnak vissza, ezzel kapcsolatban próbálkoztak, vagy fűtőtestek ellenőrzésére hivatkozva próbáltak bejutni a lakásba, de volt olyan extrém eset is, hogy például azzal keresték meg az ügyfelet, hogy villanyoszlopot szükséges felállítani a kertben, és amíg az ügyfél egy picit magára hagyta ezeket a csalókat, addig belopózva a házba eltulajdonítottak gyorsan mozgatható értéktárgyakat. Fontos az is, hogy ha csak egy kicsit is felmerül az átverés gyanúja, ne hagyjuk egyedül a beengedett szemét. A csaló ugyanis könnyen feltérképezheti a lakásban található értékeinket. Akár kövessük végig figyelemmel, sőt, dokumentáljuk is az elvégzett munkát. Az energiahivatal arra figyelmeztet, a szakemberek érkezéséről mindig tudnunk kell előre, hiszen vagy külön levélben, vagy a számlalevélben tájékoztatnak bennünket erről a cégek. Munkatársai pedig fényképes igazolványa vagy megbízó levéllel érkeznek. Persze erre mindenki azt mondhatja, na jó, 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 de hát én nem ismerem az ő igazolványaikat, nem ismerem az okmányaikat, honnan tudnám, hogy ez valós. Ezért nagyon jó, hogyha elmentjük a szolgáltatónak, valamennyi közműszolgáltatónak, mentsük el a telefonszámát az ügyfélszolgálatának. Hívjuk fel azonnal, kérdezzük meg, ma valóban nálunk járnak-e óraleolvasásra, karbantartásra, óracserére. Valóban az ő emberei, akár név szerint is rákérdeztetek, hogy a velem szemben lévő, valóban az ő szakembere. Több szolgáltatónál egyébként már arra is van lehetőség, hogy kiváltva a személyes találkozást, a leolvasást magunk végezzük el, egy erre is alkalmas applikáción keresztül. Idős hozzátartozóinknak, ismerőseinek pedig sokat segíthetünk azzal, ha az előrejelzett munkálatok idején elmegyünk hozzájuk. Ez ugyanis biztonságot ad számukra.